online nyílt napjaival próbált az elmúlt hetekben minél több fiatalt elérni a Nyíregyházi Egyetem. A céljuk az volt, hogy közülük minél többen válasszák a felsőoktatási intézményt leendő tanulmányaik helyszínéül. Hogy mennyire volt ez a kampány sikeres, az majd a jelentkezési adatokból kiderül. Mai adásunkban mások mellett annak járunk majd utána, mennyiben változott vagy változik meg az egyetem képzési kínálata. Köszöntöm Önöket, lássuk, miről lesz még szó. Gyenge gyümölcstermés, nehéz évük volt a gazdáknak tavaly. Bővülő internet használat, sokan intézik otthonról ügyeiket és vásárolnak be online. Felvételi határidő február 15-ig lehet jelentkezni a felsőoktatásba. Egy átlagos év gyümölcstermésének közel fele veszett el tavaly, elsősorban az időjárás viszontagságai következtében. A kiesés az árakban is erőteljesen éreztette hatását. Ha a tavalyihoz hasonló kihívásokkal idén nem kell szembenéznünk, akár jó termés és alacsonyabb árak is várhatóak. Az ágazati szervezetek szerint hosszabb távon azonban mindenképpen a gyümölcs árak emelkedésére kell számítani. Köszöntöm a stúdióban dr. Apáthy Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét, a Debrecen Egyetem docensét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát elég rosszul sikerült ez az elmúlt év. Hogyan is zajlottak? Mi az, ami még reménykeltő volt, aztán végül is elég nehéz évet zártak a gyümölcstermesztők? És hozzá kell tenni, nem csak a 2020-as év sikerült rosszul, hanem gyakorlatilag három rossz évjáraton vagyunk túl. 2018-ban alapvetően egy nagyon jó termés volt, de nagyon alacsony árakkal, ahol a termés 10-20%-a betakarítatlanul maradt. De ez sem volt igaz, mert a 2018 március 1-jei mínusz 24 fokos téli fagyokban gyakorlatilag megsemmisült a kajszi és őszi baraszt termésünk. 2019-ben komoly fagykárok érték a hazai gyümölcsültetvényeket, de a kajszi és őszi termés jó volt, épp a megelőző évi gyenge termés okán, viszont 2020 egy olyan év volt, amikor minden gyümölcsfaj esetében csak a gyenge és a nagyon gyenge jelző között tudtunk válogatni a termés mennyisége tekintetében. Ez indult ott, hogy március vége és május közepe között körülbelül 18-20 fagyos éjszaka volt, soha nem volt ennyi ember emlékezet óta, ebből 6-8 éjszaka olyan komoly lehűlést hozott, hogy önmagában komoly károkat okozott volna, de így összeadódva még letárisabb volt a hatása. Én azt gondolom, csak azért maradt annyi gyümölcs is amennyi, mert 19-ben a gyenge termés után nagyon jó volt a virágzás. A tavaszi fagyokat követték az extrém júniusi csapadékok, amely megsemmisítette a szamócát, a cseresznyét, a megynek egy jelentős részét. A nyár hátra lévő része már viszonylag gond nélkül telt, a július és az augusztus, viszont eddigre már a termés fele elveszett. Mi az, ami miatt mégis kitartanak a termelők, vagy ezért három ilyen évet kibírni, hogyan tudják ezt túlélni, vagy egyáltalán fejleszteni, mert hát az élet azért megy tovább. Több oka van, én azt gondolom. Az egyik az, hogy a gyümölcs az egy álló kultúra, abból nem lehet kiszállni egyik pillanatról a másikra, hiszen egy almaültetvényből, ha kiszállunk, az egy borzasztó nagy veszteség. Egy éves kultúránál lehet váltani, viszont egy gyümölcs kultúránál ennek a lehetőségei eleve korlátozottabbak. A másik az elhivatottság, a hivatástudat, vagy egyáltalán az, hogy aki évtizedek óta gyümölcstermesztéssel foglalkozik, és már a nagyapja vagy a dédnagyapja is azzal foglalkozott, nehezen tud kiszállni, akár több évnyi kudarcból is abból, amit csinál. Az viszont tény, hogy nagyon sok gazdálkodó három rossz évjárat után most már financiálisan a végéhez közelít. Teljesen biztos, hiszen három rossz évjáratot csodával határos módon túl lehet élni, annál többet egészen biztosan nem. Ha a 2021-es év is rosszul sikerül, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokan fel fogják gyorsítani az ültetvény kivágást, illetve egy tényező van még, ami nagyon sok ültetvényt mindig a termelésben tart, azok a közvetlen és normatív támogatások, különös tekintetben az agrárkörnyezet gazdálkodási támogatásra. Ez olyan összeg, ami még tud bizonyos sebeket gyógyítani. Ha ez a támogatás 2021-el vagy 2022-vel kivonul a támogatási rendszerből, vagy átalakul, akkor biztos, hogy nagyon sokan abba fogják hagyni. Éppen ezért kellene most fejleszteni, hogy a kieső ültetvények helyét új korszerű ültetvények áru alapja vegye át. Mi vásárlók leginkább azt érzékeljük, hogy horrorára lett a gyümölcsöknek és a zöldségeknek. Ez mennyire tudja kompenzálni az ő a termelők kiesett
bevételeit, hiszen mindig van egy nagy ellentmondás, többnyire a termelők azok, akik a legkevesebbet kapják a gyümölcsért, és aztán ott a kettő között van egy nagyon nagy árrés, amit ilyen-olyan kereskedelmi csatornák és akár szakmai szervezetek fenntartása, vagy mindenféle ilyen járulékos költségek elviszik. A fruitweb fenntartása biztos nem igényel hatalmas tőkét a gazdálkodók részéről, ellenben az időjárási káresemények vagy a kereskedelmi lánc, az ellátási lánc szereplői azok nyilván mindenhol hozzáteszik a maguk költségét és leveszik a maguk hasznát. Alapvetően a helyzet az, hogy ha az utóbbi két évet nézzük, akkor valóban egy nagyon erős gyümölcs ár növekedés következett be a piacon. 19-ben is az átlagosnál magasabbak voltak a gyümölcsárak, de akkor még nem szakadt ki egy megszakott árintervallumból, csak annak a tetején mozgott. 2020-ban viszont annak lehettünk tanúi, hogy a legtöbb gyümölcs másfélszer, kétszer annyiba kerül, mint amit megszoktunk, aminek az volt az oka, hogy Magyarországon is gyenge volt a termés, sőt Európában is a tavaszi fagyok miatt az átlagosnál gyengébb volt a termés, tehát nem volt olcsó helyettesítő import. Tavaly a csillagoknak egy olyan együttállása volt, ami nagyon ritkán következik be, ez vezetett a nagyon magas árakhoz. Azonban ezt nem feltétlenül kell egy nagyon hosszú távú tendenciaként úgy értelmezni, hogy akkor idén még drágábbak lesznek a gyümölcsök. Ha idén lesz egy jó termés, ami most még így február elején benne van a pakliba, akkor újra jelentős mértékben zuhanhatnak a gyümölcsárak, és akkor lehet fél év múlva, egy év múlva arról fogunk beszélgetni, hogy miért voltak ilyen olcsók a gyümölcsök. Alapvetően az időjárási hatások terhe alatt nyögünk, de az időjárási hatások miatt vagy így, vagy úgy, nagyon hosszú távon, egy 5-10 éves távlatban biztos, hogy emelkedni fog a gyümölcsök ára. Ha védekezünk a tavaszi fagyok vagy az időjárási károk ellen, akkor azért, mert ezek brutálisan drága védelmi technológiák, ha nem védekezünk, akkor pedig azért fog emelkedni a gyümölcsök ára, hiszen mint tavaly is, ha kiesik a termés, csökken a kínálat, akkor emelkedik az ár. Azért, ha visszanézünk pár évre, azt látjuk, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás, tehát mindenre, meg mindenre is föl kell készülni, úgy gondolom. Lesz-e miből fejleszteni a gazdáknak ilyen beruházásigényes fejlesztésekre? Úgy fogalmazhatnánk, bár a helyzet nem komikus, hogy mindenre és ennek az ellenkezőjére is fel kell készülnünk. Ugyan két évtizedes távlatban nem lehet globális klímaváltozásról vagy annak hatásairól beszélni, de mégis úgy érzékeljük, hogy olyan 2007-től kezdve, mintha felborult volna az időjárásunk. Azért mondom a 2007-et, mert akkor volt egy óriási nagy tavaszi fagykár, egész Tiszántúl termése lefagyott május másodikáról harmadikára virradó éjszaka, és akkor azt gondoltuk, hogy ilyen egy évszázadban egyszer van, de aztán jött a 2011-es hasonlóan nagy fagykár, és gyakorlatilag az utóbbi években, a 14-et és a 18-at kivéve minden évben volt nagyon jelentős fagykárunk, de nagyon heves vihar és jégkárok is előfordulnak. A csapadékviszonyok is abszolút az extremitások irányába mentek el. Van, amikor 3 hónapig nem látunk csapadékot, van, amikor 1 hónap alatt lejön 300 mm, mint tavaly júniusban vagy októberben, és ez mind rossz. 15-20 millió forintba kerülhet egy hektáron a különböző védelmi technológiák kiépítése, fagyok, jégkárok, csapadékok ellen. Ez simán termelői saját tőkéből teljesen biztos, hogy nem finanszírozható, viszont ha minden jól megy, akkor most a vidékfejlesztési programban az előző 7 éves ciklusoknak a többszöröse lesz meg fejlesztési forrásként, és bízok abban, hogy a tőke az a következő 7 éves ciklusban nem lesz szűk keresztmetszet a fejlesztésben, értve alatt a támogatásból származó tőkét, a gazdálkodói saját tőke, amit hozzá kell tenni, az viszont ezzel együtt lehet korlátos. Kapnak-e segítséget majd a gazdák, hogy ezeket a forrásokat le tudják hívni? Azt gondolom, mindenkinek megvan már a maga pályázati írója, tehát aki az elmúlt években vagy évtizedben is pályázott, az hozzászokott ehhez a folyamathoz, de az tény, hogy van annyira bonyolult az állami gazgatási rendszerünk, illetve a pályázati rendszerek, hogy termelő önmagában nagyon kevés esetben boldogul pályázatokkal, tehát mindenkinek pályázatíró igénybevételére szüksége lesz. És nem csak a pályázathoz, hanem akár az értékesítéshez is. Azért számítsunk arra, hogy lesz egy jó termés mondjuk jövőre.
Az értékesítés az európai piacon csak szervezett keretek között lehetne hatékony. Nyilvánvalóan megvan a helye a rendszerben a közvetlen termelői értékesítésnek, tehát amikor a termelő közvetlen a fogyasztónak értékesít, a helyi piacoknak, a termelői piacoknak, de azt azért látni kell, hogy a gyümölcs körülbelül 60%-ban a nagy áruházláncokban találja meg a fogyasztót, mert a fogyasztó döntően oda jár vásárolni, és ha oda járunk vásárolni, akkor ott kell gyümölcsöt nagy mennyiségben eladni, viszont egy áruházláncba a kis mennyiségekkel elaprózottan nem lehet beszállítani. Csak úgy, hogyha nagy mennyiségű árulapunk van, teljes szezonban tudunk szállítani, ez például almán azt jelenti, hogy augusztustól augusztusig, tetszőleges kiszerelésben, csomagolásban, ehhez viszont több milliárdos infrastruktúrák kellenek, tárolvárogató csomagoló létesítmények formájában, és erre egy-egy termelőnek önállóan biztosan nincs pénze, csak összefogva szervezet lehetne hatékonyan piacra jutni. És hát fontos lenne egyfajta stabilitás is, amit ugye az időjárás nem tud biztosítani, viszont például milyen a biztosítási rendszer, tehát mennyire tudja kompenzálni ezeket a károkat, akár a magyar állam, akár egy biztosítási hálózat. A kereskedelmi biztosítók alapvetően jégkárokra kötnek ma biztosítást, az egy kezelhető kockázati forma számukra. Az más kérdés, hogy általában a biztosított érték 12-18%-áért kötnek biztosítást, ami relatíve drága. Hozzátéve, hogy azzal, hogy a biztosító kártérítést fizet, ezzel a kárt nem előztük meg, csak bizonyos mértékűben utólag enyhítettük, márpedig ahhoz, hogy piacra tudjunk jutni, vagy piacon tudjunk maradni, áru kell, nem pedig kárbiztosítás. Továbbá működik egy mezőgazdasági kockázatkezelő rendszer, ami épp most február 1-től vált, és átmegy egy jövedelemkompenzációs rendszerré. Viszont azt látni kell, hogy ennek az állami fenntartású, de jelentős mértékben a gazdák befizetéséből működő rendszernek nem az a célja, hogy az összes kieső kárt megtérítse vagy enyhítse, hanem az, hogy részben kompenzálja a károkat és szétpollassza azt a ágazat különböző szereplői, mint a piac vagy a kereskedelmi biztosítók között. Tehát azt gondolom, hogy ha hosszú távon versenyképesen akarunk gyümölcsöt termelni, akkor nem a kárbiztosítási alapra vagy a kereskedelmi biztosítókra kell alapozni a munkánkat, hanem a időjárási károk megelőzésére, különböző védelmi technológiákra, viszont ez pedig rengeteg tőke kell. És aztán ez azt jelenti, hogy a gyümölcsök árában is nyilván ez meg fog jelenni. Előbb-utóbb meg kell jelenjen, hiszen ha nem jelenik meg, akkor nem lesz, aki gyümölcsöt termeljen, mert olcsó gyümölcset biztonságosan és kiszámíthatóan termelni nem lehet. Tehát ezek egymásnak ellentmondó fogalmak, hogy olcsón állítsunk elő kiváló minőséget is folyamatosan, tartósan. Ez kizárt dolog. Azért bizakodjunk hát, ha a 2021-es év bőséges termést fog hozni. Dr. Apáthy Ferenc, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is. Jelentősen, közel 5%-kal növekedett a rendszeresen internetezők száma 2020-ban Magyarországon. Az emelkedéshez nagyban hozzájárult a digitális oktatás és az otthonról végzett munkafolyamatok és ügyintézés elterjedése. Emellett az e-kereskedelemben is fellendülés volt tapasztalható. Mindenre a szolgáltatóknak is fel kellett készülniük, a forgalom növekedés ugyanis a hazai internethálózat fejlesztéseit is felgyorsította. Az internet és a digitalizáció évek óta egyre nagyobb szerepet tölt be az emberek mindennapjaiban. Ezt a folyamatot erősítette még inkább 2020-ban a koronavírus járvány. Az év során számos tájékoztatás jelent meg arról, hogy rekordot dönt az okostelefon, a laptop és táblagép eladások száma. A századvég gazdaságkutató tavaly ősszel azt vizsgálta a lakosság körében, a tartós otthonlét milyen mértékben növelte és hogyan változtatta meg az online szokásokat. Egyedül ugye összesen 4 ügyintézési szolgáltatást vizsgáltunk, és ebből az e-ügyintézési szolgáltatások, ami egyébként tök meglepő, hiszen az egyik legbonyolultabb ügyintézési forma hozta a legnagyobb növekedést, ugye egész pontosan 10% pontos növekedés volt a korábbi, a pandémiát megelőző időszakhoz képest. Az összes többi szolgáltatás tekintetében, akár az e-kereskedelem, akár a közüzemi, akár az online pénzügyi szolgáltatások tekintetében a növekedés az
hogy úgy mondjam, hiba határon belül volt. Mi az EU-gyi intézési szolgáltatásoknál tapasztaltunk jelentősebb növekedést, ráadásul nagyobb felhasználói arányszámot produkált a mi primer kutatásunk, mint amelyet a KSH, illetve a KSH statisztikai adatai alapján az Eurostat közé szokott tenni. Itt leginkább az úgynevezett EBEV szolgáltatások használata, tehát például itt lehet minden felnőtt állampolgárnak, vagy adószámmal rendelkező állampolgárnak az adó egyenlegét lekérdezni, de népszerű szolgáltatás az úgynevezett jármű szolgáltatási platform, amelyen ugye a használt autót vásárolni tervezők tudják lekérdezni az autó előéletét, és mondjuk időpontfoglaló alkalmazást is sokan használnak, online időpontfoglaló alkalmazást. A kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók több mint 6%-a váltott nagyobb adatcsomagra a vizsgált időszakban. Mint azt az egyik Szabolcs megyei internet szolgáltató vezetőjétől megtudtuk, a forgalom növekedést az eddigi kapacitás is elbírta. Egyes helyeken azonban nem lehet kielégíteni az igényeket, a hálózatok kiépítése ugyanis még folyamatban van. Ezért tapasztalható az, hogy elsősorban kis településeken egyelőre nem érhetőek el erősebb csomagok. A internet használat ide inkább nő, különösen most a pandémia miatt, főleg a távutatások, különböző streamek használata, videó alkalmazások használata nagy mértékben növeli a forgalmakat. Ezek a forgalmak sajnos nemzetközi irányba fordulnak ki, tehát ott azokat a vonalakat terhelik, amelyek a legköltségesebb. A szolgáltatóknak valójában ez okozza a legnagyobb gondot. A hálózat alapkapacitása a vezetékes szolgáltatóknál nem okoz problémát. Elsősorban a mobil szolgáltató terheltsége elég magas, de ezt a lakosság is önmaga is láthatja, amikor egy terheltebb időszakban a mobilját próbálja használni internetezésre. Az egész Magyarországon, illetve Európában is van, folyamatosan fejlesztések vannak, elsősorban az optikai hálózatok épülnek, amelynek a kapacitása a következő 20 évre elegendő lesz. Tehát ezek viszont amit látni kell, hogy ezek a házatok lassan évek alatt épülnek meg. Ez is történik, mi itt a Giganeten ezen a projekten dolgozunk. Folyamatosan 2016 óta építjük ezeket az optikai házatokat, és még 2022-ben is ezt fogjuk építeni. A kapacitása bőségesen elegendő bármilyen ilyen nagyobb forgalom lebonyolítására. Elsősorban itt az a kihívás, hogy itt minden település, minden utcájában megépüljenek ezek a hálózatok, amire erőforrások kellene. Emberek kellenek, eszközök, gépek, hatósági engedélyek kellene. Ezek az igazi kihívás a hálózatépítésben. Az üzemeltetés már ez nem okoz problémát, most is gond nélkül elbírja a hálózatunk akármikor a terhelést. Hazánkban 5 éve kezdődött el a szupergyors internet hálózatának kiépítése. Ezt első körben a kisebb városokban alakították ki, majd fokozatosan egyre több községben vált elérhetővé a szolgáltatás. A kormány célja, hogy a következő 2 évben minden háztartás számára elérhető legyen a 30 megabit per szekundum internet eléréshez való hozzáférés. A lakosság fele pedig akár a 100 megabit per szekundum erősségű hálózatot is igénybe vehesse otthonában. De most vissza a századvég felmérésére. Ennek eredménye rámutatott arra, hogy megváltoztak az internetes vásárlási szokások, új termékkörök örvendenek nagy népszerűségnek. A Gazdaságkutató Intézet munkatársa arról is beszélt, a korábbiakkal ellentétben ma már legtöbben okostelefonjukat használják internetezésre, míg az asztali számítógép és a laptopok használata háttérbe szorult. Annak ellenére, hogy a felhasználói szám növekedés az olyan 2% körüli a pandémia első időszakát megelőző időköz képest, de mégis azt láttuk, hogy jelentősen nőtt a vásárlások értéke, tehát nőtt méghozzá drasztikus módon az elkereskedelemből származó vállalkozói bevétel, mert nyilvánvalóan az magyaráz, hogy azok a felhasználók, akik eddig is használtak elkereskedelmi szolgáltatásokat, de mondjuk ruhát vásároltak, műszaki eszközöket, drogériát,
vagy éppen mobilparkoltak, azok most elkezdték használni a különböző élelmiszervásárlásra lehetőséget adó, tehát alapélelmiszer, vagy akár félkész-kész élelmiszerek értékesítésével foglalkozó vállalkozásoknak a szolgáltatásait. Tehát összességében azok vásárolnak többet, akik eddig is vásároltak már, ilyen értelemben, tehát azok a kutatások, amelyek a vásárlások mennyire vonatkoznak, azok egyáltalán nem mondanak ellent a mi számainknak. Az elmúlt években, amikor ilyen primer kutatási kérdőíveket fabrikáltunk, akkor mindig első helyen futott be a notebook vagy a laptop, második helyen az asztali számítógép, itt most egyértelműen az okostelefonok primátusa bontakozik ki. Lényegében minden ügyintézési, általunk mért ügyintézési típus esetében, még az e-ügyintézési szolgáltatások tekintetében is az okostelefon a legelterjedtebb, vagy a leghasználtabb eszköz. A mobil eszközökön történő ügyintézés az terjedőben van, amelyet segít nyilvánvalóan az is, hogy egyre nagyobb arányban használják a magyar felhasználók a mobil internet szolgáltatásokat, még hogyha egyébként ezzel a felhasználói számmal, ami a mobil internet előfizetéseket illeti, Magyarország az EU 27 tekintetében sajnos utolsó helyen szerepel, de ezt az utolsó helyet is egy nagyon dinamikus növekedés alapozza meg. Egy évet érdemes teljes egészében nézni, tehát a pandémiát megelőző időszak és a pandémiát követő időszakban ez a mondjuk, hogy hibahatáron belüli felhasználói szám bővülés azért bizalomra vagy bizakodásra adható volt. Én nagyon bízom benne, hogy valamikor így a tavasz folyamán vagy koranyáron le tudjuk mérni újra ugyanezeket a kérdéseket a felnőtt lakosság körében, mert én azt prognosztizálom, hogy összességében azért a felhasználói számbővülés az organikus pályához képest, tehát hogyha nem lett volna járvány, azért jelentősnek lesz majd mondható, mi a mindegyik ügyintézési szolgáltatás tekintetében egy ilyen 6-5-10%-os bővülést prognosztizálunk erre az évre. Egy hetük maradt a jelentkezésre a felsőoktatásban tovább tanulni vágyóknak. A képzési paletta megyénkben alapvetően nem változott, annak módja azonban igen, ahogy a leendő hallgatók körében népszerűsítették magukat az intézmények. A Nyíregyházi Egyetem például online nyílt napokon keresztül igyekezett minél több fiatalt képzéseire csábítani. Köszöntöm a stúdióban dr. Habil Minya Károlyt, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektor helyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy sikerültek ezek az online nyílt napok? Vagy ez majd kiderül? Igen, egyrészt kiderül, de bízom benne, hogy a lehetőségekhez képest eredményesen. A szerdán lesz az utolsó ilyen nyílt nap, amikor is nem direkt módon, hanem például én tartok egy 15 perces előadást a szómagyarításokról, illetve a kolléganőm egy kicsit a mikrobiológiába vezeti el a diákokat, és utána csak elmondjuk nekik, hogy esetleg, ha érdekli őket a Nyíregyházi Egyetem, akkor adják be ide a jelentkezésüket, bár meg kell mondani őszintén, hogy most elsősorban már esetleg a 11-esekhez szólnék, illetve az ő szüleikhez, hiszen most van ennek a kampányidőszaka, hogy ugye az alsóbb évesek is elkezdenek gondolkodni, hogy hú, merre is tanuljak tovább, hát akkor itt van helyben, elérhető közelségben, élhető közösség, hogy az egyik szlogennünket mondjam, a Nyíregyházi Egyetemet és mindenki, Nyíregyházi Egyetem, és ezt jelöljék meg bátran. Úgyhogy bízunk benne, hogy jól sikerült ez az online kampány. Annál is inkább, mert hogy már 11-ben azért gondolkodni kell azon, hogy mi az, amiből emelt szinten szeretne érettségit tenni egy érettségi előtt álló fiatal. Így van, azonban hadd mondjam, hogy ettől az évtől kezdve nevezhetjük úgy is, hogy egy kiskapu, hogyha valaki mégsem tesz emelt szintű érettségit, de mégis a felsőfokú tanulmányait el akarja kezdeni, akkor van rá lehetőség, ugyanis ez évtől a felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknek ugye nem kell emelt szintű érettségi. Nálunk 5 közül választhat a gazdálkodási és menedzsment, a programtervező, informatikus, a műszaki, a mezőgazdasági, illetve a turizmus vendéglátás között, és ha ide jelentkezik, emelt szintű érettségi nélkül, megfelelő pontszámmal fölvesszük
államilag finanszírozatra. Megnéztem most, tavaly 240 ponttal be lehetett jutni. Elvégzi ezt a felsőoktatási szakképzést, és utána bármely alapszakunkon tovább folytathatja a tanulmányait. Nem, nálunk az egyetemen bármelyiken, de akkor nyilván az alaptól kell indulnia. De megint kimaradt az emelt szintű érettségi, és az oklevél alapján számítjuk ki a pontjait, tehát a jelesre például 400 pontot kap. Viszont ha például a gazdálkodás és menedzsmentre adja be a Fox-ra a jelentkezését, a felsőoktatási szakképzésre, és ugyanitt folytatja a tanulmányait alapszakon, akkor bizony beszámítunk tantárgyakat olyannyira, hogy egy vagy két fél évvel is lerövidítheti a képzéseit. Ez, én azt gondolom, hogy nagyon kedvező ajánlat a leendő hallgatóknak. Igen, bár ez minden felsőoktatási intézmény előtt nyitva áll, esetleg ott van kötöttség, hogy nem minden alapszakon folytathatja tovább nálunk, viszont az öt Fox közül, felsőoktatási szakképzés közül bármelyikre bejön, utána bármelyik alapszakon folytathatja tovább, tehát nem csak annak a folytatásán. Történt-e valamilyen jelentősebb változás a tavalyi évhez képest a képzési kínálatban, eltekintve ettől a... Igen, minden évben igyekszünk. Elsősorban a mentálhigiénés és közösséges kapcsolatépítő mester szakunkat rendes eljárásban most hirdetjük meg először, és teljesen új alapszakunk a mérnök-informatikus alapképzési szak. Bízunk ebben, hogy sikeres lesz, mert országosan nagy az érdeklődés iránta. Azon kívül, mint tavaly, az idén is vannak régi új szakjai. Tehát ez azt jelenti, hogy 2013-ban megszüntettük, most azonban újra indítjuk. Ilyen a kommunikációs médiatudomány, a környezetkultúra, a környezettan alapszak. Tehát ezekre is lehet most már jelentkezni, és biológia alapszakot még kihagytam, és ezekkel bővül a kínálat, de egyébként fel kell menni a honlapunkra, fel kell menni a felvi.hu-ra, 5 felsőoktatási szakképzés, 29 alapképzési szak, 19 mesterképzés, amiből 3 disziplináris és 16 úgynevezett tanári, tehát ez az osztatlan tanári, és van még a szakirány továbbképzés, illetve a külföldieknek az angol nyelvű képzés, illetve hát hazaiaknak is, vagy a stipendium hungarikum ösztöndíjasoknak. Picit még beszéljünk a mentálhigiénés mesterszakról, mert hogy ez az, ami igazán új, mert hogy a többiek régi új képzések. Mi az, amire feljogosít egy ilyen diploma és egyáltalán milyen bemeneti követelmények vannak? Hát ezt pontosan most megmondom, őszintén nem tudom. Az Alkalmazott Humántudományok Intézete gondozza ezt. Ott van megadva pontosan, hogy milyen bemenetekkel és milyen képzést ad, de mindenképpen érdemes tájékozódni. Egyébként bárkinek kérdése van, a felvételi iroda elérhető a honlapunkon, a telefonszám megkeresi, fölkeresi őket és válaszol a készséggel. Beregszászon fogunk a Rákóczi Ferenc Főiskolán 3 tanárszakot indítani, megkaptuk rá a miniszteri engedélyt, a rajz, nevezzük egyszerűen, az énekzene és a testnevelés szakon, úgy, hogy akik már tanító diplomával rendelkeznek, akkor ők megszerezhetik az általános iskolai tanári képesítést. Nemrég beszéltem a Beregszászi Főiskola rektorhelyettesével, most mérik fel azt, hogy a 3 szak közül melyikre van inkább igény, és a gazdálkodás és menedzsment már régóta zajlik ott Beregszászon, ehhez fog társulni most 1, 2 vagy 3 tanárszak. Mennyire vált be a duális képzés, ez a gyakorlatorientált képzés, amit néhány évvel ezelőtt elindított az intézmény? Igen, ez nagyon jó lehetőség. Tulajdonképpen a hallgatók is élnek vele, bár tudjuk, hogy az elmúlt évben, meg kell mondani őszintén, de az egész országban így volt, a műszak és a mezőgazdasági szakokon azért volt visszaesés, mert tavaly már ott is kellett emelt szintű érettségi, de főleg ezeken a képzéseken, illetve már sokat emlegetett gazdálkodás és menedzsmenten van erre lehetőség, a duális azt jelenti, hogy tehát már kimegy egy munkahelyre, ott a gyakorlatát is tölti, némi fizetést is kap, tehát meg a tanulmányait is tudja finanszírozni, és ez jó természetesen a vállalatoknak is, hiszen megismerik a hallgatót, és már hosszú távon számolhatnak vele, ha úgy gondolják, hogy megbízható, jó munkatárs lesz, így már megvan a munkahelye is a diáknak. Mennyire széles a kínálat a munkáltatók részéről?
A munkáltatók részéről szerintem a partner intézmények ezt a Műszaki és Agrártudomány Intézet gondozza, de legalább 34-40 céggel kapcsolatban vannak, de lehet, hogy még többen is. Itt az a lényeg, hogy mennyire élő, mennyire találják meg egymást a hallgató és a cég. Nyilván ezt a befolyásolja a helyszín is, hogy ha lehet, helyben oldják ezt meg a diákok a lakhelyükhöz közel, vagy bármi egyéb. Van már erre tapasztalat, hogy ott is maradnak végzett hallgatók, vagy még az elején tartunk ennek a formának? Tudomásom szerint igen, bár erről megint csak inkább a műszaki kollégák tudnának nyilatkozni, de biztos vagyok benne, hogy sikeres ez a lehetőség is. Ez a fél év még, ha úgy jól tudom, digitális formában fog zajlani, mire számítanak? És egyáltalán a felvételi eljárásban ez befolyásol-e bármit? Hát én abban reménykedem, hogy különösképpen ez a felvételi eljárás nem befolyásolja, ugye online kell beadni a jelentkezést. Aki számolt velünk a Nyíregyházi Egyetemmel, tudják, hogy itt a hallgatók nem egy Neptun kód, mert nem csak a tehetséggondozással foglalkozunk, hanem a felzárkóztatással is. Minden oktatónak van fogadóórája, amikor meg tudják beszélni azt, amivel elmaradt a diák, vagy nem értette, de úgy gondolom, hogy ez nem befolyásolhatja. Az online oktatás, igen, folytatódik, hát nekem is szerda déltől lesz órám, belépnek a hallgatók, és megpróbáljuk a lehetőséghez mérten minél többet kihozni. Ebből nagyon jól tudjuk, hogy azért ez a személyes jelenléti oktatáshoz képest mondjuk olyan 60, esetleg 65%-os hatásfokú, tehát a tanárnak is sokkal többet, és a diákok részéről sokkal nagyobb türelem, empátia kell, hogy egész nap ott ülnek a gép előtt, természetesen tudok velük azonosulni. Ez van, de még mindig jobb, mint hogyha kimaradna a tanítás egyáltalán, ha nem haladhatnának tovább a tanulmányaikkal. Van már arról információ, hogy a vizsgai időszak is online fog majd történni, a tavaszi vizsgai időszak, vagy ez még a jövő zenéje? Hát ez még a jövő zenéje, természetesen ezt nem tudjuk, reménykedjünk, ugye május közepén kezdődik a vizsgai időszak el, hogy az hogyan lesz, azt nem tudom megmondani. Dr. Minya Károly, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy népszerű lesz a Nyíregyházi Egyetem a leendő hallgatók körében. Én is köszönöm szépen. Eddig tartott ma a 35 perc című műsorunk, nézzék szerdai adásunkat is, amelyben a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karával kapcsolatban is megtudhatják, mennyiben változik a képzési kínálat szeptembertől. Emellett téma lesz a Nyíregyházi Jókai Iskola bővítése is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!